történelmileg nézve egy pillanat alatt bekövetkezik egy olyan helyzet, hogy van egy 35 ezres tagságú szervezet, amelyik történelmi döntések előtt áll. És nincs kiépítve semmi, mert semmije sincs. Nincs infrastruktúrája, nincs kommunikációs rendszer, semmije sincs. Ez körülbelül úgy nézett ki, hogy volt a vezetés Antallal az élen, mert neki volt stratégiája, elgondolása, minden. A vezetést meggyőzte, vagy hitt Antalban, teljesen mindegy, akik szkepszissel voltak tele, azok meghúzódtak, fogalmazhatok így. És körülbelül, mint a Süsi a sárkány című mesében, úgy zajlott ez az egész, hogy kérdezte ugye a Süsi a sárkányt, vagy fordítva, szóval a királyfit kérdezte a Süsi, hogy mi lesz a haditerv. Na most a Süsi ebben az esetben az MDF, és akkor az MDF kérdezte a királyfit, hogy mi lesz a haditerv, és mondta a királyfi, hogy én megyek előtti, meg jöttek utánam. És ez így volt. Tehát itt a bizalom alapján működött az egész. Igen.